Az 1848-as polgári forradalom valójában Győrben kezdődött, állítja Szabó Gyula, az Arabona Városvédő Egyesület elnöke. A szakember szerint győriként különösen büszkék lehetünk március 15-ével kapcsolatban, ugyanis Barokk Kornélnak, a város akkori követének komoly szerepe volt benne, hogy kitört Magyarországon a forradalom. A Metternich-féle mahinációkra rájött, és ő egy felirati beszéddel készült Pozsonyba, és ehhez csatlakozott Kossuth Lajos ezzel a híres felirati beszédével, ami hát az egész jelenséget kiváltotta. Ebben arról volt szó tulajdonképpen, hogy az észak-olasz háborús helyzet miatt, hiszen az előző hónapokban voltak a forradalmi események Észak-Olaszországban, mondjuk élesül Milánó és a környéke, ez rengeteg pénzre volt szükség. Fedezet nélküli bankó kibocsátás történt volna méghozzá a magyar korona terhére, Balogh Kornél segítségével azonban sikerült leleplezni a csalást. Emiatt robbant ki az egész eseménysor, és következett a bécsi forradalom, és hirtelen következett a mi nagyszerű forradalmunk is. Tehát ezt a nevet érdemes megjegyeznünk, hogy Balogh Kornél, ő volt a kiváltó ember ennek az eseménysorozatnak, de számtalan jeles, híres emberről, Korbonics János polgármesterhez fűződnek itt rendkívüli fontos dolgok, Lukács Sándorhoz, hát ugye róluk is utca, intézmények, tehát azért nagyon komoly megemlékezés a hálás utókor részéről. Győr és a győriek ebben a hónapban ünneplik azt is, hogy 1598. március 29-én, tehát immár 425 esztendővel ezelőtt sikerült visszafoglalni a várost a törököktől. A vaskakas legendáját azt minden gyermek ismeri, de a híres szereplőiről, Pálffy Miklósról és Schwarzenberg Adolfról számtalan utca, intézmény, díj van elnevezve, oktatási intézmény van elnevezve, tehát Győr igyekszik ezekről a bátor emberekről ilyen időtávlatából is megemlékezni. Viszont amit fontos még megjegyezni, hogy ilyenkor egy nagyon nagy hagyományra építő ünnepség is szinte, hogy már a következő évben kezdetét vette, ez pedig az volt, hogy óriási püspöki mise, hálaadások közepette, lovagi tornákat rendeztek, ilyen, hogy is mondjam, csak öröm lakomákat rendeztek a katonaságnak és a polgárságnak. A Szent László Hagyományőrző Határőr Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend szervezésében idén is lesz ünnepi szentmise Győr visszafoglalásával kapcsolatban. Ezt követően pedig szokás szerint megkoszorúzzák majd a Pálffy és a Schwarzenberg emlékművet a Dunakaputéren.